előkészítem a felületet a mágnesfalhoz. Azzal kezdtem a dolgot, hogy lecsiszoltam az egészet, és azért, hogy ez ne legyen ilyen porózus, és jól tapadjon rá ez a glettanyag, amit rá fogunk kenni, ezért le fogjuk alapozni ezzel a fal alapozóval. Mint mondtuk, Balázsnak csinálunk egy mágneses falat. Azt kell tudni, hogy a mágnesfal kifejezés azért igazából nem teljesen fedi a valóságot, mert maga az anyag nem mágneses, hanem vas nanoszemcséket tartalmaz, és a mágnes ugye a vashoz tök jól tapad. Egy egyszerű simító kanál segítségével kettő réteget kell belőle felvinni, viszont az egyes rétegek között maximum egy óra telhet el, mert nagyon gyorsan köt. A szalagot mindenképp le kell szedni festésnél, és hogyha később húzzuk le, akkor letépheti a mágnes falat. Amikor fent van már a falon, akkor 14 órát kell neki száradni, utána viszont festhető.